partra tartom, partra a sejmet, a bundája, de sokat tud odája. Május utolsó vasárnapja a gyerekeké. A Nemzetközi Gyermeknap gondolata Törökországból származik, ott június 1-én ünneplik a legkisebbeket. Bár az idei esztendőben kétséges volt, hogy egyáltalán lehet-e programokkal kedveskedni a kicsiknek, a Babits Kulturális Központ munkatársai szerveztek programokat. A gyereknapról sokan azt tartják, nem kivételes alkalom, mert nem lehet a figyelmet csak erre az egy napra koncentrálni. Igazából nekünk minden nap szinte egy gyereknap. A gyerekek nagyon várták ezt a napot. Az idő miatt féltünk, hogy nem tudunk eljönni, de örülünk, hogy részt tudtunk venni. A felnőttek szerintem sokszor jobban élvezik, mint a gyerekek. Úgyhogy. Ilyenkor még megajándékozzák őket? Vagy? Hát én igen. Én még a felnőtteket is megszoktam, végül is ő is a gyerekem. Lufi Trambulin és egy kis koncert fért bele az idei programba, ahová talán a vírusok, talán a mostohább időjárásnak köszönhetően néhány család érkezett meg. Ők jól érezték magukat. Láthatóan a bezártságból való kiszabadulás első lehetőségét megélve ünnepeltek együtt felnőttek és gyerekek.